hosszú tél és a járvány időszak után irány az erdő. Frissüljünk fel az erdei életközösséggel együtt. Erre kiváló lehetőség a muzsikál az erdő. Hangolódjunk rá a természet ritmusára, a Bakony szívében, a Hubert lak környéki rengetegben. Új térség, új természeti környezet, új emberi környezet. Újból meg kell győzni az embereket arról, hogy igenis ki kell menni az erdő közepére, ki kell vinni az erdei koncertet, több milliós hangszereket az erdő közepére, föl kell vállalni ezt a feszültséget, ezt a veszélyhelyzetet is időnként. Ennek az eredménye, ez egy olyan csoda, ahol a muzsikál az erdő élmény, a muzsikál az erdős katarzis megvalósulhat. Amikor egy ilyen erdőismereti sétán vagyunk, akkor mindig menjünk közel ahhoz a növényhez, fához, bármilyen lágyszárú növényhez, és kerüljünk vele közvetlen kontaktusba. Érintsék meg, álljuk egy kicsit körbe. Szerintem ennél jobb érzés nincs, amikor tulajdonképpen ennek a hatalmas bükkfának az energiáit átvehetjük. A Bakonyban teljesen tisztában voltam vele, hogy itt vannak olyan helyek, olyan eldugott erdőtemplomok, amelyek alkalmasak muzsikál az erdő megtartására. Alapvetően nem térképre bökök rá, hanem nagyon fontosak azok az emberek, azok az erdész barátok elsősorban, azok a kapcsolatok, amelyeknek révén én egy-egy ilyen helyre eljutok. A vezetett erdei séta pedig természetesen nem mással, mint igényes népzenével zárul. Szokásosnak tűnik a gondolat, amit mondani fogok, mert nagyon hosszú évek óta, hál' Istennek, vendégetók lennének a muzsikál az erdő történetnek, és hát az egyik legkedvesebb történet nekem. És az, hogy új helyszín van, ez mindig hát persze, hogy bátorítom a Szabó Lajost, aki ennek a fő ötletgazdája, meg egyáltalán a szervezője, hogy igenis legyen, sőt, hát ha Erdélybe is ki tud bővülni ez a történet. Úgyhogy hiszem, hogy meg kell is neki erőt adni, hogy ez még szervezze sokáig, és mi itt vagyunk, hogyha minden lehetséges, és ha jövőben lesz, akkor is. Ha tavaszra nem vár búzapirulláskor. Tulajdonképpen, ha jó idő van, és friss levegő, és emberek, és a fák között muzsikálhat az ember, egyrészt a szokatlan helyszín miatt, másrészt meg, mintha ide született volna az a muzsika is. Most oké, hogy van olyan zene, ami a pusztaságra, vagy a tanyák világába vinnél az embereket, de a sok olyan zene, itt a magyar nyelvterületre gondolok, ami az erdőkhöz, a hegyekhez, a kisebb-nagyobb hegyekhez, most nem csak a Hargitára gondolok, de most akár a Bakony esetében is, hogy csak odavaló a szabad emberek, akár a betyárok nótáira gondolok. Tehát ez a szabad emberek igazi gondolatai, amik aztán generációnkon keresztül erősödtek és élettek föl. Úgyhogy azt hiszem, hogy bármilyen jó zenei gondolat, vagy akár egy vers költői gondolata, az idevaló és itt a helye. Színe chupa bang.